nyitják. Jövő áprilisra elkészül a Bubi, a budapesti közösségi kerékpár kölcsönző rendszer. A bicikliket a Cseppel gyártja majd. A Bubi rendszer kerékpárjait éjjel-nappal lehet majd kölcsönözni, használat után pedig bármelyik állomásra vissza lehet vinni. Kora délelőtt már 1000-nél is többen kerékpároztak a múzeum körúton. Sokan munkába is ezzel járnak, mert gyorsabb, mint a dugóban araszolni. A gyalogosok és a sofőrök közül többen nyerekbe szállnának, ha jól működne a kerékpárkölcsönzés. Sokkal jobb, mint az autó, mert én úgy vettem észre, hogy sokkal hamarabb eljutok mindenhova, mint mondjuk, hogy autóval várakoznék a dugóban, meg ugye ilyen kis utcákon, kis utakon sokkal hamarabb el lehet jutni a célhoz. Több európai nagyvárosban már évek óta jól működik a kerékpárkölcsönzés. Bécsben például 90 helyen lehet bérbiciklire felpattanni, és akár a város másik végén leadni. Nagyon jó, sokszor használom, könnyebb vele közlekedni, bárhol letehetem, mondja ez a bécsi egyetemista. Először is beütöm a telefonszámot, aztán a hozzátartozó kódot, és akkor a rendszer kioldja a bringát, és utána tudom már használni. Ennél a telekommunikációs cégnél kicsiben már működik az a rendszer, amelyhez hasonló telepítenek jövő tavasszal a főváros 75 pontján. Fél órákra lehet majd kikölcsönözni a Cseppel bicikliket, amiket biztonsági rendszerrel is ellátnak. Az összes terminálnál lesznek kamerák, amivel ugye a lopásokat, rongálásokat próbáljuk majd megelőzni, illetve a kerékpárokon lesznek GPS nyomkövetők. Elővigyázatosságból a bicikliket olyan alkatrészekből szerelik majd össze, amelyek más kerékpárhoz nem használhatók. A kölcsönzés díját még pontosan nem lehet tudni, de az már biztos, hogy olcsóbb lesz, mint a tömegközlekedés. Éves bérlettel vagy bankkártyával lehet majd használni a Bubit. Arra szeretnénk motiválni az embereket, és a jegyrendszer, a tarifarendszer is ezt fogja ösztönözni, hogy ne használják sok-sok órát a kerékpárt, hiszen ez egy közbringa rendszer, akkor tudja minél több ember használni, hogyha az emberek visszateszik, miután elérték az úti céljukat. Tehát ezt ösztönző rendszer lesz. Ez az egyik. A másik megoldás pedig az, hogy eseti felhasználók lesznek, akik mondjuk a bankkártyájukkal az egyik állomáson 24 órára tudnak ilyen hozzáférési jogosultságot szerezni. A teljes rendszer 899 millió forintba kerül, aminek 85%-át az Unió állja. Holnap is lesz